Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Idén is majdnem ezren jelentkeztek első helyen a kaposvári kampuszára. A legtöbben pedagógiai képzést választottak, de népszerűek a mérnök képzések is. A nyesedéket zsákokban, az ágakat kis kötegekben kell kitenni az utcára zöld hulladékgyűjtés idején. Kaposváron idén is 15 ilyen alkalom lesz. Szívsonka, parassonka, angol szalonna, tarjacsülök, ezeket keresik most húsvét előtt a kaposvári nagypiac vásárlói. Mindenből nagy a választék. Jó estét kívánok! 917 felvételiző jelölte meg idén első helyen a matekaposvári kampuszának képzéseit. Minden második jelentkező valamilyen pedagógiai szakirányon tanulna tovább. A műszaki képzések népszerűsége is töretlen. A gépészmérnök alapszakra például 7%-kal többen jelentkeztek, mint tavaly. Ezt a vállalati igényekre reagálva az intézmény már levelező formában is meghirdette. Közel ugyanannyian jelentkeztek idén is a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári képzéseire, mint a tavalyi rekordévben. A 3145 jelentkezőből 917-en első helyen jelölték meg városunk kampuszát. Az első helyes jelentkezéseket tekintve az alapképzések népszerűsége 4%-kal, a mesterképzéseké pedig 13%-kal emelkedett. A jelentkezések összetételét tekintve az első helyes jelentkezők 53%-át a pedagógus képzési terület, 22%-át az agrár, 13%-át a gazdasági tudományi képzési terület, 8%-át a művészeti és 3%-át a műszaki és informatikai képzési terület adja. Különösen büszkék vagyunk az idejévi jelentkezési adatokra, hiszen a szakképzési struktúra változása miatt idén várhatóan az ilyen iskolákból kevesebben fognak érettségizni. A kaposvári kampusz a kedvező adatokkal együtt is minden alkalmat megragad arra, hogy minél többeknek bemutassa képzési kínálatát. Hadd mondjam azt, hogy a következő évi felvételi kampány időszak az nagyjából jövő héten kezdődik, tehát a tavaszi fél évben sincs idő pihenni. A munkatársaink az elmúlt egy évben nagyjából 60 középiskolába látogattak el. Tessék ezt visszaosztani, ez azt jelenti, hogy több mint heti egy iskolát meglátogattak a munkatársaink, és természetesen ott voltunk az edukáció kiállításon, ott voltunk a megyei és régiós kiállításokon, és azt hiszem, hogy nagyon komoly sikert jelentettek a nyílt napjaink. Fontos tudni, hogy a felvételizőknek július 12-ig van lehetőségük a sorrendmódosításra. Akik pedig most esetleg lemaradtak a jelentkezésről, az augusztusi pótfelvételi eljárásban bízhatnak. Március 15-től elérhetők a magánszemélynek készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint ezeket a dokumentumokat az interneten ügyfélkapunk keresztül lehet a legkönnyebben átnézni. A bevallás benyújtására, az adó megfizetésére és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat leadására május 21-ig van lehetőség. Amennyiben módosítani szeretne valaki, azt online, az otthon a kényelméből ügyfélkapus bejelentkezéssel bármikor megteheti. Ha módosítani nem szeretne, akkor pedig a NAV által elkészített verzió könnyen elfogadható. 30. alkalommal ad otthont idén a kaposvári városháza díszterme a jogi beszélgetéseknek. A nagymúltú városunkhoz köthető rangos fórumon ezúttal is a kúria és a legfelsőbb bíróság korábbi, illetve jelenlegi vezetői, ítészek, jegyzők, ügyvédek, ügyészek és joghallgatók vesznek részt. Ma délután a többi között a magyar önkormányzati rendszer sarokpontjairól és helyhatóságok alkotmánybírósági jogvédelméről tartottak előadást, amit pódiumbeszélgetés követett. A rendezvényt dr. Újkéri Csaba, a Somogy megyei bíróság nyugalmazott elnöke nyitotta meg. Őszintén mondom, nem gondoltam, hogy 80. évemet meghaladva én lehetek majd az, aki ezt a tanácskozást megnyitja. Mit kívánhatnék mást az eredményes beszélgetéseken felül, mint hogy az éveim számát is haladja meg a jogi beszélgetések rendezvénynek elkövetkezett éveinek száma. Megkezdődött a zöld hulladék elszállítása Kaposváron. Akár csak korábban, úgy idén is több mint egy tucat ilyen alkalmat hirdetett meg a szolgáltató. A nyesedéket és a lemetszett ágakat komposztálni fogják. Már csak ezért sem mindegy, hogyan tesszük ezeket a kukák mellé.
Ebben ilyen maga a levél, meg a fű, ami egy része ebben van begyűjtve. A Kaposfüreden élő Kugli István évek óta komposztál, kertjében fóliasátor és veteményes is található, és persze bokrok, virágok. Ennyi növény után bőven marad zöld hulladék, így örül annak, hogy amit nem tud a komposztba tenni, azt elszállítják. Nekünk ez így tökéletesen megfelel, mert így akkor magában a területen nem marad kosz, hanem teljesen el van szállítva. A zöld hulladék elszállítását már megkezdték a szolgáltató munkatársai. Faágak, falevél, fenyőfa, akkor fűnyírási hulladék. Lényegében tömören ennyi. A gép a kanál segítségével bekanalazza magának. Van előle egy pajzs, és összetömöríti az egészet, és ezáltal tudunk haladni folyamat. A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Mindenkitől azt kéri, hogy a nyesedéket zsákokba rakva, az ágakat pedig kis kötegekben tegye az utcára úgy, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák. Kormány előterjesztés készül a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia alapján arról, hogy ennek végrehajtását mennyi pénzből valósítsák majd meg, jelentette be tegnap egy balatoni szakmai rendezvényen az Országos Horgászszervezeti Központ főigazgatója. Dérer István azt is elmondta, a horgászturizmus gazdasági szempontból is komoly lehetőségeket jelent, például a balatoni horgászidény meghosszabbításával, a vendéglátásban is komoly bevételek keletkezhetnek. A balatoni hallgazdálkodási Nonprofit ZRT főigazgatója pedig arról beszélt, hogy továbbra is kifejezetten jó a tó halállománya. Szári Zsolt elmondta, évente 35-40 helyen helyeznek ki előnevelt pikkelyeseket. A konferencia részeként is egy kompról 4 tonna 3 nyaras fogható méretű pontyot telepítettek a Balatonba. Nem borult a papírforma, simán nyert a vasas plakett a KVK otthonában. Az európai porondon is érdekelt fővárosiak győzelmen nem volt kérdés, és nem sokára jövünk a mérkőzés összefoglalójával. Hátrányos helyzetű fiatalok ismerkedhettek meg az étkezés illemtanával a Kaposvári Szakképzési Centrum Széchenyi István technikumában. Az intézmény a társadalmi felelősségvállalás jegyében látta vendégül a hangyatanoda diákjait egy rendhagyó ebédre. A tankonyhában diákok főzték a levest, amit utána a pincértanulók szolgáltak fel. Elfogyasztása előtt azonban a terítés és az étkezés illemtanával is megismerkedhettek a gyerekek. Felszolgáltuk a levest nektek, amit előttetek láttok, ez egy leveses csésze, hogy az előadásokban hallottátok, a leveses csészét meg lehet venni a fülénél, és lehet dőlegyni, hogyha a betétet megettétek. A hangyatanoda fiataljai azt mondják, örömmel kóstolták végig a menüsort, ízlett nekik minden. Leves volt, zöldségleves, volt sajtos hús gombával, meg petrezselymes rumpli. Finom volt nagyon, tetszett nekem. A Napkerék Egyesület által működtetett hangyatanodából most 35 gyermeket láttak vendégül a középiskolában. A fiataloknak még a helyes kés és villa használatot is megmutatták a felszolgálók. A kisvilával találkoznak, de amúgy nem hiszem, hogy találkoznának, sajnos, de azért vagyunk itt, hogy ezeket bemutassuk meg, így lássák, és abból tudjanak majd későbbiekben tanulni, és hogy ez hogyan kell majd későbbiekben ezt egy asztalni rendezvényen, hogyan kell ezt majd állani, hogyan kell ezt fogadni, vagy hogyan kell az embereket fogadni. A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményében kiemelten fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, ezért is csatlakoztak örömmel a kezdeményezéshez. Négy fogásos menüvel készültünk, és az ebéd felszolgálása előtt pedig pincér oktató kollégám tartott egy bemutatót, és elmondta, hogy hogyan kell használni az eszközöket, evőeszközöket, a poharakat, és minden alapvető illemszabályt, amit egy étteremben tudni kell. Az intézmény diákjai egyébként idén is rendbe teszik a Hősök temetőjét, többször szerveznek véradást, a Vakok és Gyengéllátók Egyesületének pedig süteménnyel kedveskednek majd. A kaposvári nagypiacon is felkészültek már a húsvéti rohamra. A tapasztalatok szerint már most jól fogy a szívsonka, de sokan visznek a csontos parassonkából is. Van, akinél tarja, vagy az angol szalonna kerül az asztalra, míg mások a csülökre esküsznek.
Közeleg húsvét ünnepe, egyre többen keresik a főznivaló sonkát, tarját, csülköt. A kaposvári nagypiacon bőven van választék mindegyik finomságból. A legnépszerűbb a szívsonka, vagy ugyanennek van az a változata, ami csontos, az a parasonka, ezt tudjuk adni darabolva, vagy egészbe. Aztán tartunk még a boltban nagyon szép tarjákat, angol szalonnákat, tudunk adni még felsárrészt, ami színhús, aki diétázik, vagy nem szereti a zsíros árut, ők ebből tudnak választani. Aztán tudunk még adni kötözött sonkát, ami lapockából van. Több stannál is a tavalyi árakon árulják a füstölt portékákat, ami lényeges szempont a vevőknek. Ahol nagyobb a család, a 4-5 kilós sonkát keresik, de a pultoknál kisebb porciókra is felvágják a kiválasztott terméket. A vásárlók sokszor tanácsot is kérnek a főzéshez, de akadnak olyanok is szép számmal, akiknek megvan a jól bevált receptjük. Főzéskor meg kell kóstolni a levét, és akkor bőven fokhagymát bele. Tehát van, amikor az első leve nagyon sós. Azt el kell önteni, újra mosni, és újra kezdeni a főzni. Tehát mindenképpen azt a barna pászlevet, ezt ki kell áztatni belőle először is. És akkor utána lehet főtenni, megkóstolni, ha sós, akkor leönteni a sós levét. Szombaton az egész piacon húsvétra hangoló programok várják az érdeklődőket. A Sonka Fesztiválon lesznek kóstolók és gyermekfoglalkozások is. Megújult a Riprónai Múzeum néprajzi kiállítása. Az Újra töltve című tálat 6 egységen keresztül készteti a látogatót gondolkodásra. A számos somogyi vonatkozással rendelkező kiállítás megnyitója szombaton délután 2 órakor lesz az intézményben, ahol a többi között egy, a tálat létrejöttétől szóló kisfilmet is levetítenek majd. A kiállításnak két különlegessége van, az egyik az a személyes hangvétele. Személyes életsorsokat vagy történeteket bemutató tárgyakkal is találkozhatnak a látogatók, illetve több szinten élvezhető a kiállítás, tehát különböző érdeklődési köröknek megfelelő különböző mélységű információkkal építettük fel az anyagot. 5 tűzesetét és 2 műszaki mentés, ez a somogyi lánglovagok keddi mérlege. Előbb kigyulladt egy személygépkocsi motortere a Marcelli Kórház parkolójában, majd egy csömendi kertben is vonulniuk kellett az egységeknek, ott ugyanis meggyújtották a növényi hulladékot, ám a tűz tovább terjedt a száraz aljnövényzeten. Hasonlóan járt egy marcai telek tulajdonos is, ő is begyújtotta az összegyűjtött faágakat, de a lángok kárt tettek a közeli pincéje tetőszerkezetében is. Végezetül sport. Egy győzelemre van a Fino Kaposvár a bajnoki döntő bejutástól. A címvédő és egyben friss kupagyőztes együttes az Extraliga negyed döntőjének második meccsén is simán 3-0-ra legyőzte a Dák csapatát. Az első 2 szedben csak a játszma feléig tudta tartani a lépést a mindössze 8 emberrel érkező vendégegyüttes a Finoval. A harmadik utolsó felvonás pedig végig hazai dominanciát hozott. A kaposváriaknál az eddig kevesebb lehetőséghez jutó sportolók is több játékpercet kaptak, így többek között Baróti Árpád és Tomás Lenszké is pihenhetett, ők ketten pályára sem léptek. A rekordbajnok 2 legeredményesebb pontgyárasa ezúttal Kalmár Ákos és Hubicska Patrik volt. Előbbi 14, utóbbi 13 egységig jutott. A Fino tehát összesítésben 2-0-ra vezet az egyfél harmadik győzelméig tartó párharcban. A harmadik mérkőzés pénteken 19:30-tól rendezik meg, ismét a Kaposvár arénában. Nem történt meglepetés a férfi vízilabda OB1 legutóbbi fordulójában. Az olimpiai világ és Európa bajnokkal felálló Vasas Plakett magabiztosan győzte le a KVK csapatát a Csík Ferenc versenyuszodában. A felsőházi együttesek rájátszásának második összecsapását a kaposváriak a 7., míg a piroskékek a 3. helyről várhatták. Sportemberekhez méltó, tisztes helytállásban bíztak a somogyi szurkolók, és tulajdonképpen nem is csalódtak. Erősen kezdtek a vendégek, de egy-egy gólra a házigazdáknak is volt válaszuk. Így aztán az első 8 perc után a fővárosiak vezettek 6-3-ra. A második negyedben egyen magasabb fokozatba kapcsolt a nemzetközi porondon is érdekelt Vasas, és a nagyszünetre már 13-5-ös előnnyel mehettek pihenni a budapestiek. A harmadik játékrészben újabb 11 gól esett, amiből a KVK 4-et jegyzett, a negyedik negyedet aztán 5-3 arányban Surányi mester tanítványai hozták le, így a vége 23-14-es vendéggyőzelem lett. Szeretnék gratulálni a Kaposvárnak,
Szerintem nem, egyébként nem rossz volt, nem jó, rossz játszottak, de mi sokat fordultunk, sokat gól ütünk, volt, mint a kézilabda mérkőzés, de sokat edzettünk utolsó 10 nap. Én csak a Vasasnak tudok gratulálni, mert tényleg megmutatták, hogy nem véletlenül tartanak ott az Európa Kupában is, ahol is egy Juk Dubrovniknál szemben is a hazai mérkőzésükön esélyük van, úgy gondolom, a továbbjutásra. Mi részünkről a lőtt gól, rendben van a kapott gól, hát az, nem tudom, megkaptuk az összeset, mondhatom így. Fiatal kapusom, nem fogom egy játékosra kiegyezni a dolgot, fiatal kapusom nem magához képest is úgy gondolom, hogy egy kicsit gyengébben védett, nincs ezzel nagy baj, ezt is meg kell tanulni. A Kaposvári Vízilabda Klub együttese szombaton folytatja bajnoki szereplését. Akkor a Szolnok gárdája érkezik majd a Csík Ferenc versenyuszadába. Főbb híreink még egyszer röviden. Idén is majdnem 1000 jelentkeztek első helyen a Matek Kaposvár kampuszára. Legtöbben pedagógiai képzést választottak, de népszerűek a mérnök képzések is. A nyesedéket zsákokban, az ágakat kis kötegekben kell kitenni az utcára a zöld hulladékgyűjtés idején. Kaposváron idén is 15 ilyen alkalom lesz. Szívsonka, parassonka, angol szalonna, tarjacsülök, ezeket keresik most húsvét előtt a kaposvári nagypiac vásárlói. Mindenből nagy a választék. Ismét vizsgálják annak a nőnek a beszámíthatóságát, aki egy fonyódi buszmegállóban hagyta újszülött gyermekét. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor jön a kukkantó, 8:30-kor pedig a keddi Kaposvár Dák férfi röplabda mérkőzést nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Déli áramlással egyre enyhébb hullámok érkeznek fölénk. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, és szorványosan eső, zápor is előfordulhat. A hajnali órákra 5-7 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 15-17 fok körül alakulnak. Szombaton is változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Csapadék késő délutánig még nem valószínű. Kora reggel 6-8 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban pedig 18-20 fokot mérhetünk. Aztán vasárnap egy ciklon hatására esősebbre, hűvösebbre fordul az idő. Ez a változékonyság a jövő hét első felében is megmarad. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. Siófokon, a Kálmán Imre sétányon igényes kivitelben épülő Koloman társasház ingatlanjainak értékesítője.